meg, engedjenek meg a Szent Iván éjjel és a Szent Iván éjhez kapcsolódóan. Manapság Magyarországon is újra visszatérőben van a tradicionális Szent Iván éj ünneplés, tűzrakás, az ahhoz kötődő népi hagyományok, hiedelmünk felevele ütése. A nyári napforduló alkalmából történő kulturális fesztiválok szervezése. Ezen a napon rendezik országszerte a múzeumok éjszakáját is. Június 21-e a nyári napforduló napja. Ilyenkor a legrövidebb az éjszaka, és a nap az égbolton a legmagasabb telelési ponton áll. A világ minden táján megünneplik ezt a napot. Mind a pogány, mind a keresztény kultúrkörben jelentős ünnep, noha a keresztény hagyomány június 24-én keresztelő Szent János Jézus megkeresztelőjének születésére emlékezik. A nap ünnepe. A nap, amely a téli napfordulótól kezdve fokozatosan egyre magasabban járt az égen, ezen a napon éri el pályájának csúcsát. Ez a nap életének felezőpontja, amit majd a hanyatlás fél éves periódusa követ. Ez a nap nem csak a legrövidebb éjszaka, hanem a leghosszabb nappal, a fény forrása, az éltető égitest, a nap ünnepe is. Erről szinte minden nép tűzrakással, örömtüzek gyújtásával és virrasztással emlékezik meg. Számos babona kötődik ehhez a naphoz. Abban minden népszokás egyetért, hogy ezen a napon csodás, varázslatos dolgok történhetnek, teljesülhetnek régi kívánságaink. A fény és sötétség harca. Szinte minden pogány kultúrában az a hiedelem élt, hogy a világ a sötétség és a fényesség örök küzdelmének szintere. Ennek a harcnak győztes pillanata a nyárforduló. Az ünneplők a tűzgyújtással nem csak a nap melegét és fényét idézték fel, hanem az ártó szellemeket is távol akarták tartani ilyenkor maguktól. Milyen magyar népszokások vannak Szent Iván napján? A magyar szokások szerint régen a június hónapot is Szent Iván havának nevezték. A nyár középi tűzgyújtást, illetve tűzcsóvák forgatását, népies nevén lobogózást, a történelmi Magyarország egyes területein Szent Iván népi dalok éneklése kísérte. A tűz körül álló asszonyok különféle illatos füveket, virágokat füstöltek, és ezeket később fürdők készítéséhez használták fel. Gyógyító hatást tulajdonítottak a tűzbe vetett almának is, mondván, aki abból eszik, nem betegszik meg. A tűz különféle maradványait kitűnő amuletnek tartották, hamuját a földekre szórták, távol tartandó a kártevőket. A félig égett, nagyobb faágakat az eresz alá erősítették, hogy megoltalmazza a házat a villámcsapástól és a tűzvésztől. Az elszenesedett kisebb gajokat pedig az emberek és az állatok rontásának elhárítására használták. Az összetartozást erősítő szokás volt, hogy ezen az éjszakán a gazda kioltotta otthon a tüzet a házi tűzhelyén, és a közös nyár középi mágjáról hazavitt zsarátokkal gyújtotta meg újra. Szerelmi praktikák és jóslások is fűződnek ehhez a naphoz. A szalmából és többféle fából megrakott tűz fölött a hagyomány szerint a lányok átugráltak, amíg a fiúk azt figyelték, ki mozog közülük a legtetszetősebben. Az ugrások magasságából és irányából persze sokféle jövendülést lehetett kiolvasni. A nép itt úgy tartotta, hogy Szent Ivánkor virágzik a páfrány. Az aranyosan pompázó virág kárász életű, elhervad és elenyészik. Aki viszont rálel a pillanatra, amikor kitárulkozik, érteni fogja az állatok nyelvét, és meglátja a földbe rejtett kincseket. A páfrány virágát láthatatlanná tevő varázsszernek tartották. A néphit szerint lehetetlen megszerezni, mert a bimbó fakadását kísérő mágikus fuvallat mély álmot bocsát az emberre. Sokfelé szokásban volt a tündérlesés is. A tündérvirág szereplői a madók és a tündérek, akik boszorkánykörnek nevezett virágokból, kövekből álló kör közepén éjfélkor jelentek meg.
A körök kívül ajándékokat, virágokat, figurákat, gyümölcsöket, lekvárokat helyeztek el a tündéreknek, akik cserébe az ajándékokért tündértáncot járnak, és szerencsét, jókedvet hoztak. Ehhez a szokáshoz kapcsolódóan mi is elkészítettük a boszorkány körünket, idézőjel bezárva. Taba Istvánné Terike Csuhéból csodálatos napvirág és manó figurákat készített, amelyekkel várjuk a jótevő tündéreket és önöket odakünn azon udvaron. Elkészült a Szent Iván éj mágja is illatos rozmarin ággal, melyet közösen gyújtunk meg. És majd kezdődhet a tánc Csánki Mónika és Kővárgó Zsolt vezetésével, és hát ezzel várjuk szeretettel önöket a csodálatos, varázslatos, rövid éjszakára.